Jó estét kívánok! Önök az Esti Közelképet, a Debrecen Televízió közéleti műsorát látják. A digitalizáció egyre nagyobb szerepet tölt be az üzletéletben, a közigazgatásban, egyáltalán a mindennapokban. Ez a vállalkozásoknak és az önkormányzatoknak is előnyt jelenthet, ha tudják jól használni. A tudásmegosztás az egyik szerepe, feladata a Szilícium Mező Klaszternek, amely az Észak-Alföldi régió anyagi és szellemi erőforrásaira támaszkodva informatikai komplexumot hozott létre, ahol az ötletek megjelenésétől kezdve a kutatáson keresztül a termelésig és az értékesítés támogatásáig a teljes innovációs lánc megvalósításán segítenek. Köszöntöm a stúdióban Vámosi Gábort, a Klaszternek az ügyvezetőjét. Szép estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást. Ugye ez egy egészen különleges dolog, hogy a digitalizációban támogató szolgálatként jelenik meg a Klaszter, de még mielőtt erről beszélnénk, hogy melyek is ezek a támogatások, egyáltalán a Klaszterről. A neve már önmagában nagyon jó, Szilícium Mező, Szilícium völgyre áthallatszik, áthallja az egy picikét, de miért is jött annak idején létre ez a Klaszter? A Szilícium Mező Informatikai Klaszternek alapvető célja alapításkor az volt, hogy a régió digitalizációját, a digitális fejlettségét növelje. Maga a vállalkozási forma az, hogy klaszter, az egy nagyon speciális együttműködés jelent a vállalkozások között. Olyan vállalkozásokat fogunk össze, illetve fog össze a klaszter, aki azonos érdekek mentén, azonos üzleti elképzelések mellett azonos tevékenységeket vagy hasonló tevékenységeket folytatnak. Az első klaszterek egyike, és csak hogy egy példával szemléltessem, a konzervipari cégek hoztak létre egy klasztert itt a régióban, ott az volt a cél, hogy egy közös beszerzéssel a befőttes üvegeket, illetve az alapanyagokat, ha nagyobb tömegbe szerzik be közösen, akkor nyilván kedvező árat érnek el. Informatika területén, és itt a informatikai klaszterre gondolva teljesen más a helyzet, sokkal árnyaltabb képet mutat, hiszen az informatika, a digitalizáció az nagyon széles körben elterjedt és a nagyon széles területeket érint. Itt viszonylag nehéz feladatunk is az, hogy összefogni azokat a cégeket, szervezeteket, akik a digitalizáció és az informatika iránt elkötelezettek. Ugye ez nagyon érdekes, hogy fogalmazott, hogy majdnem azonos területekkel foglalkozó cégeket összefogni. Most üzleti szempontból, hogyha ezt megvizsgálom, akkor gyakorlatilag ők akár ellenfelei, versenytársai egymásnak, és mégis egy klaszter mellett döntenek. Azért ez nem egyszerű dolog őket így összeterelni, vagy mégis megvannak az előnyei? Nagyon nehéz ügyvezetői feladat. Egyébként úgy megteremteni, egy olyan hátteret teremteni a klaszternek, hogy mindenki úgy érezze, hogy ebben nyertes pozícióban van, és hogy az ő üzletét azt előre viszi. Éppen ezért dolgoztunk ki olyan programokat, amelyekben minden cég megtalálja a saját speciális szakterületéhez illő tevékenységeket, feladatokat. Egy olyan vezérfonalat tudunk nyújtani, és itt akár az oktatásra, a digitális oktatásra is gondolok, vagy informatikai oktatásra is gondolok, ahol mindenki egy-egy részt vállalva, nem csak a saját cége, hanem az egész klaszternek a eredményességét tudja növelni. Ja, most képzéseket indítanak, szinte minden területen írtam ezt a közigazgatást, a vállalkozás területet, vagy akár a magánszemélyeknek. Mit kell ezzel elképzelni? Talán a képzés szó nem is a legmegfelelőbb, de hát mégis egyfajta oktatási lehetőséget biztosítanak? Két dolgot emelnék ki. Az egyik az, hogy magánszemélyként teljesen körbevesz minket a digitalizáció. Legyen az egy garázskapu, egy elektromos garázskapu, vagy a mobiltelefonunkra gondolva. Arra törekszünk, hogy, és így általában a magánszemélyekre, vagy a természetes személyekre gondolok, hogy minél inkább digitalizáltabb környezetbe éljünk. Ugyanakkor a másik oldalt, és a vállalkozásokat figyelembe véve, olvastam egy megdöbbentő adatot egy felmérésről, mi szerint a magyar vállalkozás vezetőknek a 3/4 az a digitalizációt nem olyan dolognak tartja, ami a versenyelőnyt okozhat a cégnek. Ez azért egy döbbenetes szám, és arra szeretnénk ezekkel a programokkal, vagy általunk indított programokkal felhívni a figyelmet, hogy igenis van létjogosultsága a digitalizációnak, van előnye annak, ha a IT rendszerét egy cég növeli, illetve fejleszti, illetve ha képzi a kollégákat. Igen, a hatékonyság növelés. Én is olvastam egy nagyon érdekes dolgot, hogy még mindig létezik az a fogalom, hogy digitális analfabéta. Amikor a nyomógombos készülékkel szaladgál még egy-egy cégvezető, és azt mondja, hogy neki ez pont jó, mert mindent elintéz telefonon. Na hát az ilyet hogy lehet meggyőzni?
személyes tapasztalatunk is volt arra, egyébként egy viszonylag nagy cégnek a irodavezetőjével volt egy közös programunk, és az Excel táblázatot használta a táblázatkezelőt, és úgy számolta ki, hogy a számológépen kiszámolta, és az eredményt átírt a megfelelő cellába. És akkor döbbentünk rá, hogy ilyen programokat indítani kell, amikor megmutattuk, hogy hogy is lehet egy ilyen Excel táblázatot kezelni, és hogy megkönnyíti a dolgát, és tényleg lelkes volt a irodavezető asszony, hiszen azt mondta, hogy ezt a munkát ő egyébként 2 napig csinálta, és most meg tudta 15 perc alatt végezni. Nyilván a maga a cég vezető is örül annak, ha a munka minél hatékonyabb, minél gyorsabban megtörténik, és az a törekvésünk, hogy olyan tréningeket indítsunk, ami ezeket a vállalati hatékonyságot ezt folyamatosan növeli. Itt a vállalkozások mellett természetesen a magánszemélyekre is gondolunk, hisz az általunk indított programok, amire majd példákat is fogok mondani, az nem csak egy céget érdekelhet, hanem a magánszemélyeket és a lakosságot is. Na, akkor nézzük a példát. Ilyen programunk például egy fotoművész által indított, illetve menedzselt képzésünk, amelyben azt mutatjuk be, hogy egy mobiltelefonnal hogy lehet művészi fotókat készíteni. Ez teljesen evidensnek tűnhet egyébként, hogy mindenki fotózza a telefonjával, azonban azokat az alapbeállításokat, azokat az alaptéziseket, hogy nappal szembe, háttal, oldalról, vagy hogy lehet mondjuk egy virágot, vagy egy épületet jól lefotózni, azt megmutatjuk. Nyilván nem profi szinten fogja a hallgató elsajátítani, de viszont kedvet csinálunk neki a fotózáshoz. Ez kinek lehet érdekes? Egy magánszemélynek nyaralás előtt, egy építőipari cégnek, hogy a elkészült munkát azt ne kelljen külső fotós felkérnie, hanem saját kollégák tudják elkészíteni. Ugyanígy a vállalati informatikusnak, aki mondjuk a profilfotókat készíti egy vállalati honlap bemutatáshoz, nem tudnék olyan területet mondani, akit nem érdekelhet. És ugye ott van még a államháztartás, tehát az önkormányzatokat is, ha szabad úgy mondani, előtérbe helyezik, hiszen nekik is szerveznek tudásmegosztást. Milyen formában is, mit? A klaszternek a működésében alapvetően benne van, és a vérkeringésében alapvetően benne van az innováció. Mi se általános képzéseket akarunk csinálni, amit sokan hirdetnek, nagyon jól csinálnak, hanem itt is egy innovatív módot találtunk ki, és felmérjük azokat az igényeket, hogy egyáltalán mire van szüksége. És az egyik önkormányzatnál merült fel, hogy a kollégák az átlag életkoruk magasabb, mint az átlagos, hogy számukra egy olyan informatikai képzést, ahol a különböző online programoknak a kezelését mutatjuk meg. Itt se az a cél, hogy egy adott programba a maga a kollega az teljesen profi legyen, hanem csak azokat az alapokat, ami alapján az ügyintézést az sokkal gyorsabban el tudják végezni. Ez az egész rendszerünknek a lényege, hogy felkaroljuk azokat az igényeket, ami jelentkezik egy cégnél. Tehát mi nem is gondoljuk például, hogy egy grafikai szerkesztő program bemutatására szükség lehet, de ilyen felkérés érkezett most a vállalkozástól, ahol azt mondta, hogy 5-6 kollégának szeretne ilyen képzést indítani, tréninget indítani. Na és akkor jelentkezem, mert tényleg az a kérdés, hogyan lehet ezekbe bekapcsolódni, hogyan lehet, ha úgymond megtalálni önöket, hogy ilyen megvan a honlap, beírja az ember, és akkor megtalálta, de mégis ezek a képzések hogyan indulnak, milyen formában, és hát ennek milyen anyagi vonzata van egyáltalán? Maga a képzéseknek a helyszíne az a Debrecen Egyetem egyik legszebb épülete, az Innovációs Központ a Vezér utcán, ami nem csak küllemében, hanem itt tartalmában is igazolja azt, hogy érdemes ilyen infrastruktúrális fejlesztéseket megcsinálni, elvégezni. A honlapunkat digitalisregio.eu-n lehet elérni magát a képzési kínálatunkat, ami, ahogy hangsúlyoztam is, az folyamatosan fejlődik, folyamatosan új tréningek jelennek meg rajta. Illetve nem feltétlenül kötöttük egy képzés vagy egy tréning indítását, hogy minimum 20 fő vagy 15 fő jelentkezzen. Úgy gondoljuk, hogy a kis csoportban sokkal jobban lehet együtt dolgozni, együttműködni, és kialakulhat egy olyan kommunikáció az előadó, illetve a hallgatók között, ami tartalmasan kitölti a tréningnek a 20-30 óráját. A képzéseknek az ára azt tükrözi, hogy mi egy non-profit szervezet vagyunk, és hogy alapvető célunk
a régiónak a digitális fejlesztése, illetve az informatikai fejlesztése. Ezek a költségek, mi úgy gondoljuk, hogy akár egy ebéd vagy egy menü árából ez kitelhet, és úgy alakítottuk ki, hogy a hallgatók igényeihez maximálisan alkalmazkodva, rugalmasan kezelve, tehát itt a képzési idők is, illetve a képzési napok és a jelentkezett hallgatók igényei szerint fog megvalósulni. Tehát, hogy nincs kőbevésve az, hogy hétfőn, szerdán, pénteken vannak az órák 6-tól 8-ig, hanem a jelentkezett hallgatók egy kérdőívet kitöltve jelzik, hogy melyik nap lenne nekik, vagy melyik időszak lehetne nekik jó, és ez alapján rugalmasan alakítjuk ki. Igen, a rugalmasság az feltétlenül jól szokott jönni. Egy kérdés, kik az oktatók? Tehát amikor jelentkezem, akkor mi a garancia arra, hogy az a legmagasabb szintű képzés lesz, vagy legalábbis olyan lesz, amitől tényleg haza tudok vinni egy tudást, amit később tudok hasznosítani? Egy teljesen új eljárást, és megint az innovatív szót használom, hogy egy ilyen olyan oktatási programot alakítottunk ki, hogy nekünk nincsenek idézőjelben kötött oktatóink. Mindenkinek felajánljuk, illetve a szakértőknek felajánljuk, aki a saját szakterületén úgy érzi, hogy olyan tudást tud átadni, ami hasznos lehet a társadalom vagy vállalkozás részére, és hajlandó arra, hogy a képzési programot kidolgozzon, egy 20-30 órás képzési programot, annak felajánljuk, hogy mi megszervezzük neki a hallgatókat, megszervezzük az infrastruktúrát, és neki csak oktatni kelljen. Úgy gondolom, hogy ez az eljárás, ez azt gerjeszti, hogy nagyon sok olyan tréningünk lesz, amit eddig még Magyarország szerte nem volt meghirdetve. Ilyen például, és megint példát hadd mondjak, okos otthonok egyre népszerűbbek, egyre elterjedtebbek. Nem is tudjuk elképzelni se, hogy itt az informatika, illetve a digitalizáció segítségével mi mindent tudunk a saját lakásunkba, legyen az lakás, legyen az ház, digitalizálni, és így hatékonyá tenni. És van olyan cégvezetőnk, akik hajlandó ezt az okos otthon rendszert ezt kidolgozni, és ezt bemutatni a hallgatóság részére. Tehát ilyen képzésünk is fog indulni, ahol a gasztronómiai szóval élve mi csak az előételt kínáljuk, és csak kedvet csinálunk a főételhez vagy a desszerthez. Tehát a mi tréningeink az nem OK-s képzés, nem egy MBA-s képzés, hanem mi csak a kedvet csináljuk meg ahhoz, hogy a később tovább mélyítse a tudását a hallgató. Digitalizációra fel. Köszönöm szépen, aki itt volt velünk. Köszönöm.